A Kiskörös Kultúrájáért Egyesület idén ünnepli 15 éves megalakulását. Az elmúlt évek során az Egyesület több könyv kiadásában is szerepet vállalt. Megjelent az Ember a versben című antológia az akkori kiskörösi vers és prózaírok műveiből. Az Egyesület 2008-as megalakulásának egyik fő célja az volt, hogy a város történetének újrakutatását elvégezze, hiszen az elmúlt években ez a munka háttérbe szorult. Több hullámban voltak itt várostörténeti kutatások, azonban a 20. század viharos és különböző politikai, ideológiai változásai miatt kevés olyan kiadvány volt, ami valóban forrásértékű lehet a későbbi kiadványoknak a szerkesztőihez, illetve kutatóknak, és ezért miután megismerkedtünk Turán István helytörténésszel, ezért 2014 tájékán kezdtük el újra a várostörténeti kutatásokat. Ebben az évben volt az első világháború kitörésének a 100. évfordulója. Ehhez kapcsolódóan egy kiállítást szerveztek az akkori közúti szakgyűjteményben, és még abban az évben megjelent az Egyesület második kiadványa a Kiskörös a századfordulón és az első világháború idején címmel. Ez egy tematikus könyv, hogy a századforduló fejlődési periódusát mutatja be ez a könyv az akkori nagy neveknek a bemutatásával, illetve hogy mik minden épült, mi minden alakult Kiskörösön, és aztán ez a folyamat torkolott az első világháborúba, ami ugye a megtorpanást jelentette a kiskörösiek számára, és számos forrás sikerült felkutatnunk, hogy a besorozott kiskörösiekkel mi történt, hol voltak ők, hol szolgáltak a háború alatt. Ez a 2018-ban kiadott harmadik könyv alapját képezte, mely a Kiskörös 300 város történeti emlékévben közel 10 éves munka eredményeképpen megjelent Kiskörös története című könyv. A Szedmák Tamás, Bella Tibor és Turán István által megírt könyv összesen 5000 példányban jelent meg. 2 évvel ezelőtt pedig bemutatták a könyv adaptációjából készült dokumentumfilmet is. A tavalyi évben kiadóként vállalt szerepet az Egyesület Kutyi Fanikó Szeder barátokra lehet című várostörténeti mesekönyvében. Készülünk az 5. kiadványunkra, ami igazából az egyik aktualitásit is adja, hogy az Egyesületnek nem csak a 15 éves jubileumát, hanem mégis így egy összefoglalóját adja a tevékenységünknek, hiszen amire nem maradt elegendő energiánk, akár a várostörténeti emlékében, a Kiskörös 300 emlékében, az a város zenei múltjának a felkutatása, és ehhez kapcsolódó konkrét kiadványnak a megjelentetése. Azonban van két nagyon jó lokálpatrióta személy itt a városban, ugye Turán István helytörténész, illetve Boldoszky Sándor Sanyi bácsi, aki korábban a zeneiskolának az intézményvezetője is volt, trombita tanár, illetve a mai fúvós zenekarnak a egykori újraalapítója is volt, ők vették a fáradtságot, és hosszú évek munkájával felkutatták Kiskörösnek a zenei múltját. A könyv az utóbbi bő 100 év kiskörösi zenei életét foglalja össze. A szalon, a cigány, a báli vagy az egyházi zenekarokkal kezdve, az új hullámos zenekarokon át napjainkig. A könyvet május 19-én pénteken este 6:30 mutatják be a Petőfi Sándor Művelődési Központban, amit egy jubileumi hangverseny követ majd.